9. évtizedek között sokan vannak, akiknek nem újdonságot álmanak, hiszen évről évre, mint közönség részt vettek rajta. Mégis most középiskolásként értették meg, hogy ez a délelőtt nem csak arról szól, hogy beülnek a díszterembe és jól szórakoznak. Megtudták, hogy sok munkával és idővel jár egy színdarabot összehozni, és az, hogy nem könnyű, az osztály úgy dönt, hogy mindezt tanári segítség nélkül viszik véghez. De a nehézségek ellenére úgy érezték, hogy a próba folyamat kitűnő lehetőség volt arra, hogy jobban megismerjék egymást és összekovácsolódjon az osztályközösség. Bár a darabban sok a bonyodalom és a veszekedés, a 9. gimnázium biztosítja a közönséget arról, hogy ez nem az osztály mindennapjait tükrözi, hiszen ők ennél sokkal jobban szeretik egymást. És hogy miközben a sok össze nem illő szereplőnek egymáshoz, azt mindjárt már tudjátok. Egy magatma.
egy tud. Itt az ideje, hogy testünket és lelkünket megtisztítsuk a csodálatos Mimamantra segítségével. Papuska, tegye le a pálinkát! És felkelés után mindig iszom egy kiszállat. Milyen felkelés? Itt nem kell fel senki! Hát, azt mondtad nem. Akkor igen, nem? Papuska, mondja azt, hogy Mumma! Mumma. Nagyon jó, de majd ha mindenki mondja. Szemeket becsukni és zenges. Mumma! Mumma! Hogy ezt vagy ezt pálint érkés? Kedveseim, itt már tudják, hogy csodálatos eseményeket érzünk elébe. Egy igazi szent ember érkezik hozzá. Méltóképpen kell fogadni, hiszen tudjátok, ezzel mi is hozzájárulunk a világ végén kialakulásához. Mert semmi más nem történik a világban, csak itt, ami a családban történik. És mi történik a családban, Papuska? Umma. Jaj, Papuska, mi történik a családban? Á, aludni elvé után már nem fogunk. Ami a lelkünkben történik, és ezért fontos, hogy megtisztítsuk magunkat, érti? Papuska, ha jön a grup, maga szavajunk, hogy valami szép magyar szokással köszöntjük. Magyar szokás? És mi van, ha nem szereti a pálinkát? Milyen pálinkát, Papuska? Nem is senki pálinkát, maga se. Maga bőrvéveseket fog mondani. Bőrvéveseket? A mennyasszony asszony, miért olyan szomorú? Hisz vége múlt már a világháború. Erről van szó, de nem most, mert én rögtön. Ma jövő éjjel, amúgy csak is vegetáriánus ételeket fognak főzni, ez világos, ugye? Hát, ez világos, az, hogy miért két szakácsú. Most kire célzott? Világ béke. Azért lehet két szakácsú, már mondtam béke. Ezek a vegetáriánus dolgok bonyolultak, hát meg könnyebben megnyitóznak vele. Hiszen maguk nem ezt tagolták, így tökéletesebben dolgoztatnak. Tessék, itt vannak még szakácskönyvek. Nem Ezekben
békés családi otthonokat dúlnak szép. Hallottunk már ilyet. Ide majd én megmutatom neki, mi ez a tisztesség. Viszontlátásra. Viszontlátásra. Viszont a család.
Már megint erőszakos kormitek. Én megmondtam, hogy nem loptam semmit, gödénydeső nem, lehet gödénydeső nem, bocsánj meg, amit megsértettek. Ma harmadjára is erőszakos kormitek. Nem elég, hogy gazára szekrényben most megint beráncigál, aztán meg kiskonyak. Hát tudja meg maga, én mindig nagyobb iszom, öncsön nagyobb. Öntse már, hát segítse! Mindent, adja ide! Na, mi hívott engem ide megint? Mostantól úgy irányíthatom az embereket, ahogy én akarok. Már én is. Hagyjuk, figyelj, ennek elő terve van magában. Nekem is a cigarettával, nem kínált meg? Nagyon-nagyon megsértődtem! Lehet kettő? Lehet, komoly terve van magában. Csak a zsára ne szerepeljen benne. Hogy szerepel, tudom ki az a zsára. Én feleségem. Jó, az más. Itt az. És mondja kedves, hány éves a nagy csános asszony? Na kérem szépen, az nagyon nem mindegy. 32. És jól néz ki? Hogy tartja magát? Hány kilométert? Nem szeretem a túlságosan vékonyabbakat. Én a hölgyeseket. Na, ide figyeljem, a szerencsét, hát felejts el a feleségem, jó? Felejts el! Kérem, én nem is felejtettem. Baba, most hogy szeret hányos nél rá? Nincs idő magyarázkodásra. Te győzzön. Hát mit győzzel, hogy a légy róla? Én, egy népi van, ezt hallottam. Ott jött szép fiú vagyok. Fiatal is. De nem magának. Mit gondol maga? Hadd gyerek csak úgy az égből, kocsogok! Nem volt egy 100 000 fényes. 100 000. Nagyon egy 200 000. Gyere be! Megy a halára! Nem kell ide magyarázat! Hadd gyerek utána! Mi az, hogy régen? Hát igen, ennyi, gyakorlóiskolában. Ezt nem gondoltam volna.
vizsgán. Ja, persze, már emlékszem, igen. Meg is tudod. Émi, ez az esküvőt mondtad! Hogy nem mondtad, és sosem ismételtem osztályba. A barátom egy másik munkásról beszélt, amikor ugye elestem fel, mondtam, ugye. Ja, igen, már emlékszem. Olyan részen mondtad, de alig bírtad, amikor. Már emlékszem, igen. Mi ez a vasara? Vasara? A tisztaság jelképe. Micsoda önirónia. Na lát, ezt nem tudjátok nyugaton. Mindent kérdések komolyan veszel. Csak de ő tudja. Na hajja, azért kis 200 ezerért. 200 ezer, ez jó, ezt megkérdezem. Nem kérem. Hajja, hagyd tanuljon! Jaj, a fejem! Jaj, hogy a korhatás! De ki lehet a polgármester? Itt, ami vágyapárt vendégünk, Indiában megérkezett. Szúrja! És ráadásul ő hívja legyen valamit. Ez a kis gonosz puszi-muszi, elfelejtettek el a szóval. Akartam szólni, édesem. Kincs cukor, popáskáj! Mi van? Nem láttam még húrót. Ez a húr. Jó, most ezt égyelje magát, menjél a szobájába. Így kikészíti szegény polgárt. Biztos, ahogy mondja. Mester, látja az aurát? Látja az auráját, mester. Hát ha nem forog le ennyit, jöjjön közelén. Hagyj nézzem. Látom. Ez Kázi? Kették azt, hogy itt a hátány összesség elég jó. Jaj, most már minden rendben lesz. Ez nem a magáért.
kívánok zajlik. Úgy túl akkor előadás lesz, leülszök egy székre, elmegyünk majd a tömegen, és hogyha még az előadásom, akkor majd ugye én felértezem egy indiai járat. Már megyek is, Kócsi úr, nem hozok mindent. Na, csak nagyon okos vagyok. Kócsi úr! Honnan ismerem meg a kulcs? Istenem, még egyéb sem, mindent a szájába kell rágni. Szaktunk el, hogy ez a nyitványra nem adják. Figyeljen! A kulcs az úgy néz ki, egészen pontosan körülbelül is nagyjából, mint az az ember, hogy látja, az fejlő, menetülő, az menetben formájú ember. Az lesz az, aki nézeges házba, fixi rossza, mert egy biztosan sosem látja. Ő az is biztos, hogy nem fog elfordulni és bejönni. Maga meg lefújja. Ettől szerintem olyan alapú vigyázó állapotba fog kerülni, ne jegyen meg a szemem, hogy ma marad így. Jaj, a tegnit határa a csillagos ég! Megjegyzem, én ezt mi is egyetem. Maga ne sejtse, semmit hozzá nem a kell. Mert egy kis kocsú, rendben otthon. Remélem, csak a tetszal a kötény, hogy rendben van. Gyere csak, te szép sütemény! Gyere csak, te nagy úr! Mondd ezt meg a kocsiúnak, mit hívasz te valójában! Ha a gyerekbe külön alkalommal hagyni! Sára, ne boruljál! Rodd se semmit, ne csinálj volt rá egy 200 ezer, az 200 ezer! Áhá, hogy a takarítom Sára! Sára, Dezső el akarja venni Rogát feleségül! Mi csoda? 200 ezer és a család alapítása, hogy bűnti. Család alapítás? Tessék aláírni, maximum elválok. Tessék most, nem tessék alá, tűnjön. Aki szüzességet fogadok. Sem állsz elmése. Na, Sára kérem, haladjon előtte, majd nézzem az aurájával. Az aurájával, az a mester, fejt, hogy az aurájával. Olcsón adtam volna, te még milyen olcsó? Ezt nem kell, hogy beleszkedj. Előadásra jöttek. A holnapi előadásra most?
Jézusom, tényleg segítsen, ha valaki nagyon érdeklődő. Még a köszönésemet sem fogadják. Meditálok. Nem gondoltam, hogy pont ez egy embereket érdekli az endotémia városból. És ez volt, hogy csak hirtelen rájött a felültési kényszer. Mester, maga nem vegetári János? Nem vegetári János, Pabó János! Csakor! Tényleg harapám? Mester, nézze ezekről az embereknek akkora a fejlődni akarát, hogy egy nappal korábban eljövünk az előadására. Vagy meg most tudsz magadnak, még az se kerül. Milyen előadás? Tudja, hogy ma veszi a vacsorámat, akkor... Ez nem volt... Ez nem volt benne a 200 ezerben. A vacsorám se. Úgy gondolom. Igaz? Akkor mi legyen? Tartsa, a mesterit azt akarja mondani, hogy megtartaná az előadást a karmáról. De kinek a karmáról? Mert én ugye csak a sára karmáról tudnék érdekelni. Nem biztos, hogy érdekli magukat. Meg hogy ne érdekelne? Mindenki karmára érdekelne. Fene augusztusukat. Megértette? Kérdezte. Merre van a vécé? Arra!
Képzelje, én olyan gyönyörű, de olyan gyönyörűséges szép beszédet írtam a Kocsis Józsi bácsi temetésére. Hát maximum kihozunk belőle egy-két részt és a nevet átszírom, de ha semmi elemetési kedvüket, az elhagyom.